ismét szebbé teszi a hajdúszoboszlói gyermekek karácsonyát a helyi aeroklub. A sportegyesület már nem először jótékonykodott. A korábbi évekhez hasonlóan idén is tartós élelmiszerekkel, játékokkal és élményrepüléssel ajándékozták meg a rászoruló gyerekeket. Szépen feldíszített karácsonyfa jelzi az ünnep közelettét a hajdúszoboszlói kistérségi szociális, család és gyermekjóléti központ udvarán. Ha pedig karácsony, adományok is érkeznek a szociális központba. Az adományozók között van az Éróklub Hajdúszoboszló Sportegyesület is, akik rendszeresen végeznek karitatív tevékenységet. Át szeretnénk adni 10 darab motoros repülőgép, sétarepülést, motoros repülőgéppel, bocsánat, illetve 11 gyermek számára hőlégballonos repülést, 10 gyermek részére vitorlázó repülést, és szintén 10 gyermek részére sikoernyős sétarepülést. Az élményrepüléseket tartalmazó felajánlásokat adta át Baranyai Bernadett a szociális központ vezetőjének. Az Éróklub fiatal vitorlázó repülője, aki szervezőként fogta össze a gyűjtést, elmondta, egyesületük fontosnak tartja a jótékonykodást. Nagyon jó dolognak tartjuk az adománygyűjtést, és azt, hogy segíteni tudjunk a rászoruló gyermekeken, családokon. Szűk egy hetünk volt erre a gyűjtésre. Nagyon büszke vagyok a csapatra, hogy így összefogtunk. Igazából pénzgyűjtés is volt benne, abból vettünk tartós élelmiszert, illetve voltak, akik játékokkal és egyéb tartós élelmiszerekkel egyénileg segítettek a gyűjtésben. Baranyai Bernadett hozzátette, arra is odafigyeltek, hogy vásárlásaik során helyi vállalkozóktól szerezzék be az élelmiszereket és játékokat. Örülünk, hogy ilyen gyorsan tudtátok fogadni az adományainkat, ami még gyorsabban gyűlt össze. Ezt pedig már Kovács Gergely, sportért felelős alpolgármester mondta az adomány átadásakor. Az Éróklub elnöke hangsúlyozta, hogy egyesületük életében fontos a társadalmi felelősségvállalás is. Ugye ez egy olyan közösség, akik ugye hobbi repülnek, de mellette azért érzőszívű emberek is, és a többségük fiatal, családos ember, és bele tudunk így gondolni azoknak a nehéz sorsú családoknak a helyzetébe, akiknek a karácsony talán minden eddig idén nehezebb lesz 2023-ban. És ugye a korábbi években is sok több olyan családról volt tudomásunk, akiknek nélkülözniük kellett karácsonykor. Korábbi gyűjtéseink fókuszában inkább az élményszerzés át, legutóbb az egyesülettel egy sportszergyűjtő akcióhoz csatlakoztunk 2 évvel ezelőtt, és akkor az összegyűjtő sportszerek mellett, a több egyesület összegyűjtő sportszerek mellett az Éroklub utalványokat adott, vagy kuponokat készített a gyermekeknek, és azt adtuk át a családsegítő vezetője részére, aminek következtében a következő évi, tehát a 22-es gyereknapon 35 gyermeknek nyílt lehetősége kipróbálni a siklóelnyőzés, a vitorlás, motoros repülés, vagy akár a hőlégballonozás előnyeit. Idén pedig már 45 hajdúszoboszlói gyermek örülhet. Ennyi élményrepülést adott át az egyesület. Emellett természetesen a mindennapi élethez szükséges élelmiszert is adományoztak. Előzetesen konzultáltunk a családsegítő és gyermekültő szolgált vezetőivel, és azt a tájékoztatást kaptuk, hogy talán most a tartós élelmiszer az, amiben leginkább hiány van, és hát igyekeztünk ezeket a szükségleteket kielégíteni, és erre fókuszáltunk, és így tudtunk egy nagy értékű tartós élelmiszer csomagot megvásárolni és eljuttatni ide a rászolók részére. Viszont emellett érkezett olyan nagy értékű felajánlás is, amiben plüss és fa és egyéb készségfejlesztő játékokat tartalmazott, ráadásul nem is kis számban, úgyhogy ezzel az extrával kiegészítve nem egészen 2 hét alatt közel 1 millió forint értékű adományt tudtunk összegyűjteni. Bízunk benne, hogy ezzel is szebbé tudjuk tenni ezen családoknak és gyerekeknek a karácsonyát. A hajdúszoboszlói szociális központ vezetője hálás azért, amiért a sportegyesület idén is gondolt a nehéz helyzetben lévőkre. A nagy örömünkre szolgált, hogy az Aero Hajdúszoboszló Sportegyesület megkeresett az idén is minket, többedik alkalommal már, hogy a karácsonyi ünnephez kapcsolódóan segítséget nyújtsanak a rászoruló családok részére.
igyekszünk ezeket az adományokat, amiket kaptunk, játékokat, tartós élelmiszereket most karácsony tájékán kiosztani, de nyilván lesz egy hosszú és nehéz január is, amikor szeretnénk tartalékolni, hogyha valaki bajba kerül, segíthessünk. Tavaly is karácsony tájékán kaptuk az utalványokat, és gyereknapon használtuk fel, rengeteg gyereket ki tudtunk vinni a repülőtérre, és mindenféle járművön repültek, nagyon-nagyon élvezték, soha nem lett volna ilyen lehetőségük, úgyhogy én azt gondolom, hogy most is kaptunk erre lehetőséget, és élni is fogunk vele.